Szép jó estét kívánok, üdvözlöm a kedves nézőket. 2019. februárban vagyunk, 9. hét, attól függ, honnét számoljuk, első vagy második napján, és íme itt van megint a világ zsidó szemmel megszokott vendégeinkkel, Seres Attilával, a hírolvasó.com alapítójával és szerkesztőjével, műsorunk Rasiával, és aki nem tudja, hogy mi az, hogy Rasi, majd Radnóti főrabbi úr elmondja. Itt van velünk Gyarmati István nagykövet úr is. Üdvözlöm, nagykövet úr! Napot kívánok! Folytatjuk, amit reggel elkezdtünk, és természetesen itt van a rabbi testület, a neológ rabbi testület vezető rabbia is, Radnóti Zoltán főrabbi. Arról beszélünk, mi történt a héten, illetve az elmúlt héten, illetve mi fog történni ezen a héten. Fogunk beszélni belpolitikáról, külpolitikáról, cionizmusról, hazaszeretetről, és nem utolsó sorban az izraeli választásokra való előkészületekről, sőt, ha időnk engedi, akkor Sárembe is elugrunk, ahol az Arab Liga tanácskozik. Ott van miniszterelnökünk Orbán Viktor is, képviseli Magyarországot. Az Európai Unió 24 tagállama ott van, és próbálnak egyezkedni. Úgy tűnik, hogy Egyiptom szeretné az Arab Ligában régi vezetői posztját visszaszerezni. Kérdezem egyből a nagykövet urat, hogy milyen reményei vannak Egyiptomnak arra, hogy újból fényesen ragyogjon az arab világban, és ne legyen rászorulva az amerikai segítségre, és köztudott dolog, hogy minden második pitát, amit arab testvéreink elfogyasztanak Egyiptomba, azt az Amerikai Egyesült Államok támogatásából veszik. Azt nem hiszem, hogy Egyiptomnak az lenne a vágya, hogy ne kelljen amerikai segélyt kapnia. Nagyon jól jön az amerikai segély, egyébként a második legnagyobb amerikai segély Izrael után. Ugye az amerikaiak gondosan vigyáznak erre, hogy ez így legyen, és így is fog még maradni szerintem jó darabig. Egyiptom objektíve kiemelkedik mindenféle okokból az arab országok közül, de hogy azt a vezető szerepet, amit régen mondjuk Nasser idejében játszott, visszanyeri, azt nem gondolom, hogy reális célkitűzés, nem is hiszem, hogy Sisi elnöknek ez lenne a célkitűzése, hiszen a világ meg az arab világ közben nagyon sokat változott. Az arab világ sokkal inkább megosztott, ma már nem megy az, hogy utáljuk együtt az izraelieket, meg az amerikaiakat, és akkor már mindent együtt csinálunk. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy sokkal sokrétűbb együttműködés, különösen, hogyha az Európai Uniót is belevesszük ebbe a struktúrába, és akkor Egyiptomnak a szerepe persze nagyon komoly lesz, de nem hiszem, hogy olyan egyértelmű vezető lenne bármikor is. Egyiptomnak a szerepe ma is nagyon komoly, például az Európai Uniót, illetve a migránsokat tekintve, hisz közel 3 millió migránsnak, menekültek hívja, ahogy szeretné, adnak otthont. A kérdés, hogy a számlát meddig bírja az Európai Unió tovább fizetni? Ha azért összehasonlítjuk azt, amit az Európai Unió erre fordít, az azért az Európai Unió kiadásaihoz képest nem egy olyan óriási nagy összeg. Tehát nekünk, mit tudom, a Törökországnak adott 3 milliárd euró, az soknak tűnik, de az Uniónak ez nem igazán nagy kiadás. Seres Attila szinte magába folytotta a szót, de mielőtt szóhoz jutsz, előtte a főrabbi úr szeretné megmagyarázni nézőinknek, hogy miért is kaptatta a Rasinik nevet. Nem kapta, te hívod úgy. Hát, mi is az a Rasi? Hol találjuk őt a Talmudban, vagy egyáltalán? Kérem, hogy adom a leckémet valakinek. Ez nálunk a érettségénél is már beugró kérdés volt, csak a Rasi. A néző kedvére elmondom azért, hát valaki nem tudja, hogy a zsidó hagyomány elmúlt pár ezer éve arról szólt, hogy a különböző szakemberek, rabbik, proféták, stb. Próbálták megérteni Isten szavát. És ezt néha elmondták, néha le is írták, hogy Isten mire gondolt éppen, hogy leírta azt, hogy. És
ugye a Talmud ebből keletkezett gyakorlatilag, amit IU 500-ban zártak le körülbelül. Zsoltárs, ugye logikus, logikai levezetésekkel. Igen, igen. És a későbbiekben a későbbi kommentátorok, tehát 500-tól fölfelé, tehát vagyunk, akkor egyre partikulárisabban kommentálták a szövegeket, és az egyik ilyen legnagyobb kommentátor az európai vidéken, tehát Provence-ban, Provence, hogy ejtek ezt ki? Provence-ban. Provence-ban. Igen, ott élt Rabbi Shlomo Yitzchak képként, borkereskedő volt. Ő volt, ő a tanházában az egész szentírás, egész Talmudot végig magyarázta a diákjainak. A diákok leírta gyakorlatilag. Borkereskedés közben. Igen, onnan ompasszal mondhatnánk így. És ez, ahogy ő magyarázta, nagyon egyszerűen, nagyon bölcsen, nagyon rövid szavakkal, ez lett a legnépszerűbb kommentárok egyiken, nagyon röviden, és a lényegre rátekintően kommentálta a Rási a komplett Talmudot, komplett Bibliát. Tehát mai nap is úgy néz ki általában, hogy az ilyen Biblia kiadásokban van a Tóra, van egy aramos fordítás, és van a Rási kommentár, hogy a Rási mit mondott erre a 12. században. Utána még született rengeteg kommentár, de ez a Rási, ez megmaradt az európai zsidók, illetve az askán zsidók fő kommentárának, és miért van egész Talmudot, egész Tórát végig kommentálta, Rabbi Shlomo. Kimerítő magyarázat után most már annyira felértékeltük Seles urat, hogy alig fog tudni egy helyben a földön járni, lebegni fog, akkor halljuk a hozzászólását. Hát ez a műsorvezető úrnak a kedvessége, és hát természetesen az erős túlzás, ez a... Realitás érzékével mindig bajok voltak, ezt tudjuk, igen. Főrabbi úrnak csöng az iPadja. Annyit hozzáteszek, hogy, tehát, hogy ezek a magyarázatokat általában azért nem tudományos igényűnek tekintik, hanem a praktikus, mindennapi életben jól használható magyarázatoknak, tehát ebben az értelemben talán egészen ennyien állhat a párhuzam. De amiért szót kértem, az Egyiptom volt, hogy éppen a múlt héten járt Sziszi elnöknél, az egyiptomi elnöknél egy amerikai zsidó küldöttség, akik Anwar Sadat feleségét fogják majd kitüntetni, és erről tájékoztatták a Sziszi elnököt. És az elnök azt mondta nekik, hogy ha a zsidók visszatérnek Egyiptomba, akkor a kormányzat építeni fog nekik zsinagógákat és minden infrastruktúrát ahhoz, hogy a zsidó életet ott helyreállítsák. Ez mindenképpen egy érdekes fejlemény, mivel hogy ugye évtizedeken keresztül hát pont az ellenkező. Mondjuk gettót csinál nekik, tehát tudják, hogy hol van a zsidók, az egy pontos dolog. Hát nem tudom, mindenképpen egy... Azért Alexandriában van zsinagóga, Kairóban is van zsinagóga, tehát azért nincs ott hiány zsinagógákban. Minden esetre ő egy gesztust ajánlott föl, hogy a kormányzat minden rendelkezésre álló eszközzel támogatja azt, hogy a korábban különböző és egyéb okoknál elmenekült és elűzött zsidók zsidó életet valamilyen módon visszahozzák Egyiptomba. Meddig tartott kivonulnunk Egyiptomba? Körülbelül ugyanannyi idő lesz visszavonulni. Kivonulni egy perc alatt voltak, egy éjszaka alatt a szézen este voltak. Igen, de Ariel Sharon annak idején elég rövid idő alatt hát vonult újból hát Kairól lábaihoz. Egyébként a kivonulással kapcsolatban éppen most olvastam, hogy igazából nem a zsidók építették a piramisokat, mert az Exodus az állítólag 1000 évvel a piramisok építése után történt. Ez csak egy érdekesség, ami a kontextushoz talán hozzátartozik. Értem, április 9-én a zsidó állam lakói az urnákhoz járulnak, és a megfelelő papírkát be fogják dobni. És lesznek új parlamenti képviselők, vagy pontosabban Knesset képviselők, és most úgy tűnik, hogy a helyzet eléggé tékóra áll, viszont két nagy kommunikációs társaság, amelyek természetesen Amerikában vannak bejegyezve, közölte, hogy csakis pozitív hirdetéseket hajlandók úgy a rádiókban, a televíziókban, mint a nyomtatott médiában fölvenni. Mi erről a véleményetek? Nagykövet úr? Mindenki rád néz. Nemes kezdeményezés, de lesznek még sokan, akik nem tartják magukat ehhez, szerintem. Úgyhogy meglátjuk. Hát, ha. Tehát győznek, akik merjenek kicsi hirdetőirodák lenni, és nem a két óriás? Hát ez azért definíció kérdése is, hogy melyik mit tekint annak, nem?
végre megszületett, és a két párt egyesülésének van egy új neve, Kahol Leván, kék-fehérek, mondhatnánk, hogy az MTK színei, Jair Lapid és a volt vezérkari főnök vezetésével létrejött egy új központi párt, akit többen azzal vádoltak, hogy baloldaliak. Mindannyian biztos ismeritek az AIPAC-ot, egy amerikai lobbiszervezet, akik már is bejelentették, hogy nem csak Benjamin Netanyahut fogják szeretettel fogadni a választások előtti nagy találkozóra, hanem a másik központi párt két vezetőjét is. Többen Izraelből a híradások szerint azt mondták, hogy az AIPAC akkor szóljon bele, ha Izraelbe vesznek kenyeret vagy tejet, vagy költözzenek oda és szavazzanak, akire akarnak. Egy ilyen lobby szervezet mennyire kóser szerintetek, mennyire van beleszólása, és miért igazán van szükség rá, ki az, aki átveszi a szót? Seres úr. Az AIPAC a legnagyobb tekintélyű amerikai zsidó lobby szervezet, és hát azt gondolom... Bejegyzett lobby szervezet. Bejegyzett, így van, tehát ezért ez is a megnevezésre, tehát ők bejegyzett lobbisták, és hát azért nekik nagyon nagy befolyásuk van az izraeli-amerikai kapcsolatokra, tehát azok, akik így megpróbálják lepattintani őket, azt gondolom, hogy saját maguk alatt fűrészelik a fát, és azért az AIPAC egyáltalán nem arról híres, hogy ő beleszólna az izraeli belpolitikába, de arról viszont igen, hogy minden eszközzel támogatja a mindenkor demokratikusan megválasztott kormány, tehát azt gondolom, hogy... Az világos, de miért nyílott ki a bicska a zsebükbe? Arról beszélnek ők, azt állítják, hogy Netanyahu összeállt a kahanistákkal, akkor bontsuk ki, hogy kik is azok a kahanisták. Igen. Na most ezzel kapcsolatban van egy egészen friss felmérés, tehát ez egy pár órával ezelőtt publikált felmérés, hogy tehát a jelenlegi közvélemény kutatások szerint, ez a Magyar Mohot társaságnak a közvélemény kutatása szerint, jelenleg ez a kék-fehér szövetség 36 széket tudna a mai napon megszerezni. 120-ból. A Likud pedig 31-et. Tehát jelenleg a... Kérdés, hogy kinek vannak kintről támogatói. Így, hát ez lett volna a következő, tehát hogy ez ugye magának a centrumnak a szavazatai, de hogyha hozzáveszünk... 100% kell a bejutás? Nem, azt hiszem 3,5%. Izraelben az a bejutási küszöb. Mindenesetre most úgy áll a dolog, tehát hogy ez a központ, a koalíciós központ, tehát ugye van egy kormánypárt, meg egy ellenzéki lehetséges koalíció, de viszont, hogyha ezeket mind összeadjuk, a jobboldali támogatókat és a baloldali támogatókat, akkor szűk 4 helyjel vezetne egy jobboldali koalíció, tehát a Likud 62 fős... Nem értem, akkor hol Levánt, azt most nem jobboldalinak tisztázzuk. Jair Lapid első interjújában Mocsai Savátkor azt mondta az izraeli híradónak, hogy a Kahol Leván tulajdonképpen a Menahem Begin korabeli és a Zsabotinszki féle és a Pinsker féle alapokon áll, és abszolút nem baloldali. Azt mondom, hogy Radnóti Zoltán áll Kossuth Lajoson, meg áll Vittőénkin Petőfi Sándor, meg hát minden tiszteletem a főrabbi úré, de hol van a főrabbi úr és hol van Jair Lapid? Igen, szóval hát igen, én itt volt. Mert lehet, hogy a nagyszüleink egymás mellett volt a lágerben. Tehát azért nagyon elképzelhető. Tehát szögezzük le, hogy per definíció kahanista, bocsánat, kérek a félrebeszélésre, tehát kahanista párt jelenleg Izraelben nincs. Jelenleg az a párt, amelyik Kahane rabbinak a követőiből állt, és az ő eszmerendszerét követte, az be van tiltva. Tehát Izraelben nem lehet az ő eszmei alapján pártot alapítani. Kétségtelen, hogy van egy ilyen a Likudtól jobbra eső két párt között az egyikben vannak olyanok, akiktől nem áll távol, hogy finoman fogalmazzak az, hogy a Kahane rabbinak a... Hát de nem leprássak ők még szellemileg sem. Hát de. Ők a nagy Izraelről álmodnak, hát álmodni szabad. De álmodni szabad, csak nem gépisztolygolyókkal. Szóval
A Kahane, Meir Kahane van szó, meg lehet googlizni a kedves nézőknek. Egy rabbiról. Meir Kahane egy rabbi, akit egyébként meggyilkolta. Egy amerikai rabbi. Igen. Egyszerűen az ő alapvető filozófiája az volt, hogy szó szerint tűzzel, vassal kell ízelt visszaszerezni. A legismertebb tettük, ez a Hebronban lévő mészáros. Az már a Goldstein a Baruch volt, nem ő, akkor ő már nem volt. A Baruch Goldstein, ez a típusú gondolkodás volt. Bejek a mecsetbe, azt jó napot a... Főrabbi úr, álljunk meg egy pillanatban. Goldsteinről papír volt arról, hogy idegállapota kétséges volt. Egy ember, aki bemegy egy templomba, akkor is, hogyha ez egy muszlim templom, vagy bármibe, és elkezd embereket meggyilkolni, ez nem lehet normális. Te nem a mecsetbe mentve, bocsánatot kérlek. Ne az ajtóban. De hát ez ne haragudjál, ez az Ábrahámnak a... Nem, te voltál abban az épületben? Én voltam. Igen, nem. Ott négy különböző... Igen, fel van osztva négy részre a terület, vagy három részre. Igen. És el van válasz, hogy itt a arabok imádkoznak, itt a zsidók. Hát tök nyugalom van ott. Tehát ez nem meccset valóban, ez egy imatér volt, ahol éppen arabok imádkoztak. Én most csak pontosítottam, tehát hogy nem meccsetben. De ahol imádkoznak, az egy meccset. És ez az egyik. A másik pedig, hogy a Goldsteint összemosni a Kahanéval, az nem korrekt, tekintettel arra, hogy ő nem kahanista volt konkrétan. A Kahane párt, ugye, most te még ebben lesz, szerintem már rossz lesz a vége, mert a Kahane pártnak vezetője, fotók jelentek meg, minden évben, amikor ez a Baruch Goldsteinnek a járcátja, évfordulója van, oda meg a sírjához, és megkoszorúzzák. Ez azt jelenti, hogy ők egyetértenek vele. Egyetértenek vele, pontosan erről beszélünk. De ez egy egészen más dolog. De ez a politika, ez a policia egész pártnak, ami borzasztó Izrael tekintetében, tehát jól néz ki, hogy ott az ököl meg, zsidó ököl meg minden, de ez Izrael a veszélyt. Mert ezek után felerősödve az intifáda, X és X zsidó embert ölt meg utána. Na most akkor viszont... Térjünk vissza a kiinduló pontra. De ne veszünk el teljesen a résztekbe. Tehát az a lényeg, hogy létezett egy olyan irányzat, politikai irányzat, amelyik valóban erőszakos úton... Egy téves, radikális politikai irányzat. Ez nézőpont. Kérdése, hogy téves, az biztos, hogy radikális, és az is biztos, hogy hát sok szempontból rasszistának nevezhető, tehát mindenképpen az arab népesség elleni erőszakra buzdított, és ezek voltak a kahanisták. Tehát amelyik néző esetleg nem hallott még erről, az örüljön neki, mert remélem, hogy nem is fog sokat hallani erről, ez már régi történet. Most annyiba került elő, hogy a Kahane rabbi elveihez hasonló szellemiségű emberek is vannak olyan pártokban, amelyek jelenleg a Likuddal lehető szövetséget fognak kötni. És az éppákhoz kötnék itt most vissza, hogy az éppák ezzel kapcsolatban fejezte ki a felháborodását, hogy ezt semmiképpen nem hajlandók elfogadni. Ugyanakkor viszont a Likud azt állította a Kahol Levánról, a kékfehérekről, a középutasokról, hogy ők viszont megállapodtak az anticionista arabokkal, hogy ők ha szutott, azaz fedettséget adnak, és kiegészítőjük lesznek, kívülről támogatják őket, és nem a Netanyahu vezette koalíció. Arra utaz, hogy ernyőt, tehát hogy ernyőt adnak fölé. Igen, védőállót. Hát ezek olyan vádak, amik a választási kampánnyal együtt járnak. Erre azt mondta Jair Lapid, hogy nem tárgyaltak velük, és nem fognak tárgyalni. Így van, és egy másik hír pedig azt mondta, pont a Lapidék pedig azt mondták, hogy Netanyahu megegyezett Trumpról a palesztin állam megalapításába, mire a Likud azt mondta, hogy ez nonsens. Most kéne, hogy megszólaljon Seres Attila, mint Rashid. A következőről van szó, kedves nézőim, hogy várhatóan az amerikai elnök az izraeli választásokat követő napon fog előállni közel-keleti rendezési tervével, és ezzel riogatják egymást a választásokon résztvevő pártok. Ugyanakkor a munkapárt nem volt hajlandó a radikális vagy szélső baloldali Meretzzel együtt indulni. Csak ezt szeretném még pontosítani, hogy ezt már cáfolta az amerikai külügyminisztérium, hogy ők a választás másnapján állnának elő vele. A legutóbbi információ az, ami kiszivárgott a külügyminisztériumból. Mármint az amerikai. Az amerikaiból, hogy legalább fél évvel a választások után fog sor kerülni
a béke kezdeményez beterjesztésére. Ezek azért fontos apróságok. Már két éve jön ez a béketerv. Igen. Akkor még ezek szerint... Na jó, csak most a választások miatt... Várhat magára, viszont nagyon érdekesek. Főrabbi úr próbáljon meg részt venni a beszélgetésbe. Biztos, hogy Mocei Sabáta a szombat kimenetel után követte az eseményeket. Persze. Hogy a pártoknak le kellett jelentkezni ahhoz, hogy indulhassanak a választásokon, és nagyon sok új arc van, nagyon sok olyan új ember van, akinek Ajka eredetileg magyar, ennyien még soha nem voltak, megnézzük, hogy mennyien fognak bejutni a Knessetbe közülük, és nagyon sok katona van, főleg ebben a kékfehér új pártban. Askenázi például, ott van a egyik passzív vezetői főnök, a Askenázi, mi Askenázi a neve? Gabi Askenázi, igen, ő is beszállt a képbe. Akinek legjobban Jair Lapid örült, mert a párt másik vezetője legalább fél méterrel magasabb, Gabi Askenázi viszont egy szinten van vele, és mondta is neki, éberül tá modellieri, állj mellettem. Egyébként a Gancnak az anyukája és a Lapidnak az apukája, most olvastam, Együtt voltak a haláltáborban. Nem, együtt vészelték át a gettót, tehát a budapesti gettó voltak egyházban, ez csak egy ilyen apró. Gancról idáig nem szoktuk elmondani, hogy tud magyarul, de beszél és ért magyarul. Nagykövet úr, mit szól ez az egész hatalmas demokráciáról, ami a választásokat előkészíti Izraelben? Sokan arról beszélnek, hogy Netanyahu lehet, hogy nem is lesz miniszterelnök, mert végül is az ellene felhozott vádakat kivizsgálják és bíróság elé állítják. Lehet, hogy le fog mondani addig, ameddig az eseményeket kivizsgálják? Hát szerintem addig nem fogja, mert akkor már nem mondott volna. Nem, én azt gondolom, hogy meg fogja várni, hogy mi lesz az ügyésznek a döntése. Ő annak idején azt mondta Olmertnek, hogy mondjon le addig, ameddig kivizsgálják az ellene felhozott vádakat. Azt nem tudom, mit mondott, de én azt gondolom, hogy ő nem fog lemondani, különösen most nem. Állandóan várják, hogy na most már a főügyész most már holnap biztos nyilvánosságra hozza az adatokat, mint ahogy Donald Trump-al kapcsolatban is várják, hogy Müller. Amit Donald Trumpról mondunk, azt kétszer gondoljuk meg, mert már reggel elmondtam önnek, hogy 3 órás amerikai telefon és utána e-mailek sorozatával bombáztak, hogy kíméljük az amerikai elnököt, és ha valamit nem tudunk, akkor használjuk az információkat, mert Ebben a tévéből indul majd el a botrány. Hát az a számot leváltják. Ezt a televíziót világszerte nézik. Azért mondom, ez és az, hogy vannak olyan médiák, akik nem idézik pontosan a heti tévét, például a Síp utcai események nyomán, és mindenféle külföldi forrásokra hivatkoznak, azt is pontatlanul, hát azok vessenek magukra. Tehát akkor Trump elnök ön szerint nem fogja még bemutatni a közelkeleti rendezési tervét? Nem tudom, hát miben már majdnem 2 éve ígéri, bármikor holnap is lehet, meg még 2 évig is tartott, nem tudom. Tudom, mikor ezt nem... Azért, ha valami konkrét terv lenne a State Department vagy Fehérházba, akkor arról azért bizonyos részletek már kiszivárognak volna, de nem szivárognak ki, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egyelőre nem igazán kész terv. Hárhábáiton a templom hegyen a vakf vezetőjét és helyettesét az izraeli védelmi erők letartóztatták, mert olyan kapukat feszítettek föl és engedték be a tömegeket, ami biztonsági okok miatt lezárták. Mennyit? A vakf. Ez a Jordán, a Jordán muszlim felügyelet. Ja, igen, jó. A Hárhábáiton a templom hegy fölött, ott, de tényleg csak átmenetileg vettek őrizetbe valakit, mert ott ilyen zavargások voltak, és csak arra... Ez egy régebbi hír. Nem. Hát régebben is. Ezek régebbi hírek. Ezek régebben is voltak, és vannak, meg elképzelhető, hogy lesz. Ja. Azt gondolom, és egyébként meg remélem is, hogy ennek most így nincs különösebb jelentősége. Ott időről időre vannak ilyen nyugtalanságok. Az előbb beszéltünk arról, hogy mibe kerül az Európai Uniónak, Egyiptomban a menekültek eltartása, hasonló probléma van Libanonban, illetve a Jordán Királyság területén. Nagykövet úr,
honnét lesz, illetve lesz-e az Európai Uniónak erre költségvetése, illetve ez-e a megoldás? Lesz-e költségvetése, vagy nem, az a döntés kérdése, tehát pénzt tud hozzá rendelni. Ez a megoldás nem. Nem ez a megoldás, de más sem a megoldás nincs. Egy modus vivendi, amivel kezelni lehet a problémát. A megoldás még nagyon messze van, és nem az Európai Unió vagy Egyiptom fogja csak egyedül kitalálni, akkor, amikor lesz egy valamilyen fajta rendezés elsősorban a szíriai polgárháborúnak, ugye akkor lehet majd gondolkozni arról, hogy az egyébként mostanában nagyon háttérbe szorult palesztin kérdést hogyan rendezzék. Ezért sem vagyok nagyon, úgymond optimista, hogy ez az amerikai rendezési terv, ez nagyon hamar előkerül a fiókból. Az amerikaiak sem ez az elsődleges problémájuk. Ott most tulajdonképpen az én nyugvópontra jutott, igazából nagy probléma nincsen. Sokkal inkább Irán meg Szíria. Igen, csak hogy a szíriai problémát Putyin elnök is megpróbálta a hétvégén megoldani, úgyhogy asztalhoz ültette az iráni és a török első számú embereket. Mit vártak az oroszok? Én eredményt nem láttam a megbeszélésekből. Nem, persze, de hát ezt már többször próbálták. Ez most kivételesen nem Putyin hibája, hogy nem sikerült megállapodásra jutni, mert hát olyan ellentétek vannak, amiket nagyon nehéz áthidalni. Csak olyat mondjuk, hogy kurd kérdés, menekültek, ilyen óriási nagy problémák ezek, és ugye azt adnak a helyzete, sem szilárd Erdogan helyzete, hát nem tudjuk, hogy mennyire szilárd, mindesetre komoly problémák vannak, nem hiszem, hogy belátható időn belül sikerül megoldást, talán egyébként ők ketten csak problémáknak egy bizonyos kis szegmensére tudnak megoldást találni, vagy tudnának, ha tudnának. Az iráni vezető azt állította, hogy addig maradnak Szíriában, ameddig a szír elnöknek erre szüksége van. És ők majd megmondják, hogy meddig van rá szüksége, hogy ismerjük, ha nem ők az oroszok, úgyhogy ezt azért nem kell olyan készpénznek venni. Ezt megelőzően... Viszont azt is mondta, hogy a céljaik 90%-át elérték. A kérdés, hogy mi volt a céljuk, mit akartak elérni? Hát nyilván Izraelnek a közvetlen fenyegetését akarták elérni, és hát azért ebben van valami, hogy Izraelnek a fenyegetettségét az sikerült hát legalábbis megtartani, hogyha nem éppen növelni. Ezzel kapcsolatban egy technológiai kis színest mondhatok? Igen, és utána én meg elmondom, hogy az irán-török-orosz tárgyalásokat meg kellett volna, hogy előzze egy felső szintű izraeli-orosz tárgyalás Moszkvában, amit az izraeli belpolitikai események miatt Netanyahunak le kellett mondani. A hétre várható az újabb találkozó, halljuk a kis színest. Hát azért persze nem annyira színes, tehát azért nem valami pikáns dologról lesz szó, de annyiban mindenképpen érdekes technológiai hír, hogy hát arról már sokat beszéltünk a nagykövet úrral is itt, hogy Oroszország nagy hatótávolságú légvédelmi rendszereket telepített Szíriába, ezek az S-300-asok, amiben a 300 az a hatótávolságot kilométerbe jövőli. Ugye jól mondom, 300 kilométer, ugye? 300 kilométeres távolságból tudja bemérni a célpontokat, és hát ezek kihívást jelentenek az izraelieknek, akiknek hát időről időre azért be kell valahogy jutni szíriai területre, hogy ott az iráni meg a Hezbollah fegyverkezést valamennyire kordába tudja tartani. És hát hogy nem eddig még sikerültek ezek a dolgok, S-300-osok ide vagy oda, de most kifejlesztettek, most mutatták be, tehát ezen a héten fogják bemutatni Indiába, de már az internetre kiszivárogtatták a részleteit annak a technológiai újításnak, ami az izraeliek, ami egy tulajdonképpen egy olyan manőverező, egy kamikáze manőverező robotrepülőgépet jelent, ami rendkívül kis... Kamikáze, robotrepülő? Kamikáze, és mi az, hogy kamikáze? Mindjárt mondom. Tehát... Akkor az egy rakéta magyarul. Nem, rakéta, ez egy manőverező robotrepülőgép, elektromos meghajtása, tehát borzasztó csendes, és olyan kialakítása van, amivel a radarok nem tudják őt bemérni. De viszont a pásztázó radarnak a helyét, mert ezek a radarok egyébként, ezekben az a probléma, hogy ezek mobil radarok, tehát teherautóra telepíthetők, nem lehet erről tudni, hogy hol vannak. Na tehát ez a pásztázó radarokat be tudja mérni, már messziről, 100 kilométeres a hatótávolsága,
és Izraelben, ott a tabletjén nézi a katona, ahogy megy, meglátja a radart, és úgy, ahogy van, neki repül. Tehát ő nem egy rakéta, amelyik előre kijelölt pályán megy, hanem ő egy manőverező robotrepülőgép, amikor meglátja, hogy szabályosan rázuhan, és kamikázeként önmagával együtt felrobbantja. Mitől kamikázza? Minden robotrepülőgép. Hát mert öngyilkos. De minden robotrepülőgép kamikázza. Igen, akkor hagyjuk a főrabbi urat érvényesülni, mégpedig úgy hagyjuk érvényesülni, hogy azt mondjuk, hogy startup nemzet és brésit. Mi köze a kettőnek egymáshoz? Fordítsuk, nem? Start az a futóverseny, a start, cél, az up az föl, mint stand-up, get up, stand-up. A módos az volt a vezető, első lett sorszámnév, és a fejezet még fejezet. Na, ez volt a magyarázat. A berésít az a kezdetben. Igen, tehát a lényeg az, hogy fölölték ezt a Hold NASA-t, aminek a neve Brésít lett, amelyik áprilisig el fog jutni a Holdra. Elég lassan megy. Picike. A világ legkisebb. Nem picike, kis bájos. És Amerikából ölték fel egyébként a... Amerikai hordozóra. Igen, SpaceX-el. Igen. És ma van egy kis mínuszos hír, hogy sikerült az első pályamódosítást. És a szemébe sütött valami, ami zavarta őt a tájékozódásban. De ezt korrigálták. Tudjátok azt egyébként, hogy amikor a visszatérve a repülőgépekre, amikor a nácik lőtték Londont ezekkel a FAU-2-esekkel, úgy lettek elterítve a céltől, hogy oda mentek a angol vadászpilóták, és alig lögdösték a repülő szárnyival a rakéta. Már amelyiket, de azért ezer eltalált. Igen, szóval ez így próbálkoztak le, hogy alig lögdösték őket. Viszont itt érdemes azt elmondani, hogy aki ezt a FAU-2-es rakétát kifejlesztette, ugyanaz juttatta el aztán utána Amerikát a Holdra. Igen. Ez a von Braun. Hát, mérnök. Hát ő volt a NASA elnöke konkrétan, és ő, tehát a dicsőség az övé volt, ez teljesen egyértelmű. Nagykövető, nyugodtan bontakozzon ki, és úgy magyarázza meg nekem, hogy ez a két közismerten zsidó vendégünk miért nem bontja ki jobban ezt a brésit dolgot, amikor egy nemzet büszkeségéről van szó. Mint Farkas Berci. Azt én nem tudom, hát inkább maradjunk ennél akárminél. Ugye Izrael lesz a negyedik nemzet a világon, akárminél. Eljuttat valamit a Holdra. Ugye, hú, már úgy haladszik, mint Simon Peres, tehát cipős doboz, ami valahol Dimona környékén van a fűbe, igen. Tehát Oroszország, Amerika, Kína, és most Izrael a negyedik. Milyen lassan megy a 4 hét, tehát felmenni autóval is gyakorlatilag oda, szóval... Nem kell nagyon gyorsan menni. Neked ki tudja, hogy közben mit csinál? Nem tudjuk, egy izraeli műholdról. Csak pici kövés, mi is lehet kövés egy puskával. Lehet, ez egész csak egy fedő sztori. Na de könyörgöm, már megint mecenatúráról van szó, hisz nem állami költségvetésből azért csinál. Azért megtámogatták. Nem sem ebből fizettek ki a kombácsi azt a SpaceX-et, hogy föllőjék. Szóval van itt, jut is, marad is, hogy mondták. Ügyes, hogy mondja Kohn bácsi. Figyelj, engem egy dolga, valami nem volt belpolitika. Engem nagyon izgat ez a, komolyan mondom, nagyon izgat ez a trombitás versus ungvári vita a kitörésről mindig. Ne? Akkor halljuk, miről van szó. Nem, itt egy nagyon érdekes dolog van az állami médiában, és ez egy fontos kis... De hogy hősök vagy áldozatok címében, a kitörő magyarok. Hogy, ugye az állítása a médiában kapott, hogy ők hősök voltak, mert védték utolsó bástyaként gyakorlatilag Európát a budai várba, és utána vagy egy parancs miatt kifutottak volna, ha nem lőtték volna közben szerencsétleneket szét, és meghalt 20 000 katona halt meg abban a kitörési kísérletben, mint parancs ellentették. Tehát a Hitler parancsa az volt, hogy nem szabad kitörni, és ez ellentétes parancsot adott a helyi német és magyar parancsok, akik egyébként nem mentek a csapatukkal, de a csatornán keresztül menekültek volna el, és az első szovjet katonák megadták magukat, akik jött velük szembe. De itt az a lényege, amit a média, ez a bizonyos Trombitás Kristóf nevű ember mondott, és egy fontos üzenet, hogy ők védték-e Európát vagy sem, hogy ez a kommunikáció, hogy Magyarország, aki már 45 februárjától Európát védi, a mai napi bezárólag,
ugye most éppen a mindenféle migránsokkal védi. Ez lesz a nemzeti tudatnak az alapvetése, vagy pedig reálisan szembenézünk. Bármit is mondjon főrabbi úr, tény és való, hogy jelen pillanatban Kelet-Közép-Európába, avagy Nyugat-Európába, úgy mondják, hogy ez a legbiztosabb hely, és erre bizonyíték. Igen, Svájc azt mondom, a Svájc. Már milyen szempontból? Luxemburg se rossz, azért nem mondom őszintén. Mármint terrortámadások szempontjából. Igen, ez így van, szerencsére. Ez vitathatatlan. Igen, de nem gondolom, hogy Mongolia egy ilyen egyenes ívet kéne felállítani az SS csapatok és a mai hadsereg. Igen, ez tény és való. Én pont most olvastam az elemzésre, többet is olvastam otthon, hogy az orosz hadseregben már több magyar volt akkoriban, mint a bárban lévő magyar hadseregben. Mindegy, ez érdekes, hogy az egész ország a belpolitikája mi irányban indul el. Hogy mi ez az a fő irányvonal, hogy a gyerekeink is kell megtanulni tankönyvekből. Tehát nem belpolitikáról, tehát emlékezetpolitikáról van. Mert hogy ez nem ugyanaz. 9 percünk van hátra, akkor és ez alatt a 9 perc alatt nézzük azt meg, hogy mi újság a Sip utcában, hamarosan választások vannak, nem csak az európai parlamenti választások, nem csak Izraelben, majd később nem csak helyhatósági, hanem új vezetőket választ a legnagyobb magyar zsidó képviselet. Radnóti úr, öné a lehetőség. Én a lehetőség? Na kérem, kedves nézőink! Van egy épület, a zsidó épület az országban, ahol demokrácia van, így kezdjük így. A Budapest Zsidó Hitközség közgyűlésében a zsinagógai Bézsia magyarul, a zsinagógai körzetek választások alapján delegálnak tagokat. Ez lesz a Bézsia közgyűlése, azt hiszem 70 tagból áll körülbelül, mert ilyen mini változó. Ön ennek a tagja? Én tagja vagyok, így. Alanyi jogom vagyok tagja. Nem. Azt írta valamelyik médium, hogy önt a zárt ülésről kitiltották. Meg tudja erősíteni ezt a hírt? Vagy ez egy rossz indulatú kacsa? De hát intézetről van, nem? De hát nem tiltottunk is, ott ők mindom, mint a... Nem, ott nem lettem kitiltva. Kiletem tiltva ezelőtt 15 évvel, de azóta már bosszút álltam. Na, egy rabbi, aki bosszút állt, azóta már mások vannak kitiltva. Azóta mások vannak kitiltva. Igen, szóval a lényeg az, hogy egy teljesen demokratikus történetről van szó, tehát minden közösség választ tagokat, küldötteket, egybeállása össze a közgyűlés, hogy ma a saját tagjai közül igazgatót és elnököt választ. Bocsánat, csak hadd szúrjam közbe magyarázatként, hogy nem, valószínűleg nem mindenki tudja, hogy a mazsihiszben a BZH-nak meghatározó többsége van, tehát a BZH nem is tudom, talán a 80 vagy 90. A budapesti templom körzetek küldöttjeiből. 50%. Hát a küldöttek között igen, de a tagságot tekintve nem. A tagságban igen. Hát pont ez az egyik probléma, hogy a képviseleti rendszer az nem arányos a tagsággal. És akkor mi a megoldás? Bontsuk le, és kezdjük újból. Ez a hasonló megoldás, mint hogy a 7. kerület is ad egy képviselőt a parlamentbe, meg mit tudom én, Máté Szalka is ad egy képviselőt. 7. kerületben akik 400 ezer ember, Máté Szalka akik 40 ezer ember. Nem, ott azért ekkora különbség. De van, tehát a... 10-szeres különbség. Szerintem igen, minden gond nélkül van, de most nem menjünk bele ebbe. Szóval van, aki ilyen... Seres úr, egy rabbiban nem tehát van, természetesen tisztelt hölgyeim, uraim, egy Dohány utcai körzetnek a tagsága, amely egyébként ad azt hiszem 10 küldöttet, és egy Debrecen hitközségnek a tagsága, vagy egy Soproninak, az nem ugyanaz, a Sopron ugye egyet ad csak, tehát egy a 10-hez. Tehát nem annyira irreális az aránya azért. Rabbi úr, tisztázzuk, ki lehet tagja ennek a delegációnak? Zsidónak kell lenni? Zsidóval kell, hogy együtt éljen? Fölmenői, lemenői, ki lehet az? Vagy everybody welcome? Bárki? Everybody welcome, a bárki, aki zsidó származású vagy érvényes betérése van, és a vele... És zsidó magyára is kell élni? Vele egyháztartásban élő élettársa, felesége, nem tudom, hogy meg ez pontosan, ő is zsidó származású érvényes betérése van. Azt nem elemzi az alapsz, hogy a házastársat egynemű vagy másnemű. Érdekes egyébként, egy kis joghézak van benne. Tehát egy meleg zsidó-meleg pár az lehet, de egy hetero vegyes párból nem lehet a
a zsidó oldal, de ez egy külön történet. Hú, a szalagcímeket ad a főrabbi úr, igen, a nem többi tehát, médiának. Ez egy korrigálásra szóló alapszabály rész egyébként. Hát lényeg az, hogy küldenek be küldötteket, először a Bézsihában, majd mit mondhatott az volna erről az állami egyházügyi hivatal? Az ország minden részéről, minden közösségből, az ez a mazsihisz majd, ez a kibővült nagycsapat, és a saját tagjai közül elnököt, és igazatot választ, és itt azt szeretne a tévében elmondani, hogy a mazsihisz elnökének nincsen aláírási joga sehol sem, nem felelős anyagilag, stb. Az egy politikai pozíció, tehát aki azt mondja, hogy Helyze András, ezt vagy azt mondja, azt elvisz, ellop, alá, ez hazugság, Helyze András az elnök, ő tud szépen tárgyalni, mosolyogni, beszélgetni, de egy számlát életében nem írt alá. Jó, aláírási joga van, csak... Nincsen. Hát ezt mondom, tehát az aláírási joga, hiszen kötött... Kiadhat egy kommunikét, igen. Erről. Egy szerződéseket kötött. Csak hogy fogalmazzunk már pontosan. Az Ádár János. Tehát mindenképpen fogalmazzunk pontosan, mert igen, milyen elnök a... Kedves nézőim, ez ami belefért mai adásunkban, és aki nem értette, hogy miről van szó, nézzen meg minket legközelebb is, hogy ezt az adást nézze újra. Radnóti Zoltán főrabbi telefonszáma ismert, ha nem, akkor hívják fel a tudakozót, és biztos meg fogja mondani. Én a GDPR értelmében nem mutatom meg. Seres Attilának, a irovaso.com alapítójának és szerkesztőjének köszönöm, hogy itt volt, és hozzászólásaival szebbé és érdekesebbé tette. Nagykövet úrnak köszönöm, hogy újból velünk volt, és hogy sikerült megtanulni azt, hogy a mazsihisz alapszabálya szerint mindenféle párok részt vehetnek, amennyiben nem vegyes párok is. Radnóti Zoltán főrabbi úrnak, hogy sikeresen megtanította velünk, hogy a Brésit az nem csak egy bolygó műhold, hanem a világ teremtésének első része. És köszönöm, hogy velünk voltak, további jó tévézést, a viszontlátásra.